csinálnak itt? Faszenet csinálnak. Égetnek, és itt készítik benni, látod? Éget, ugye, fa lyukat ki, ott állandóan kell vigyázni, hogy nehogy... De miből, ne hol az a lyuk, hogy úgy kell rakják, hogy nem ilyen szabályosan jönnek a lyukak. Igen. Ó, mi nagy ajándék ilyen tájon lakni, ahol a természet sohaját meg lehet hallani. Csend borul a tájra, nincsen zaj és lárma, megtöri a csendet a patak csobogása. Dolgos kezű népek lakják a tájat, a szavuk szűk, de a szívük tágas. Kemény munkával keresik kenyerük, de azért boldogok, nem keserük. Alba folytottuk, örömünk, bánatunk, a dal megenyhít, eltűnt a sohajunk. Üveggyár volt, Árdélyben volt a legelső üveggyár megszervezve. Ezt értek, nem tudom, Kalnaki Grófról, azt értek-e hozzá? Persze, persze. No, az elődjei, Kalnaki Zsigmond, Kalnaki Bálint, ő telepítette a falut. Ide Zalaompatakról, mert itt nem volt semmi, patak volt. Akkor megcsinálták az első üvegkutat, akkor ugye az üveg, Mikor volt? Bocsánat. Hú! Ajj! Kiállítom, jártunk, és akkor mondtam. Ah. Régi rustikuson. Aha. Meg vannak maradva a házak. Ez is a hercegé, ugye? Igen. Hát ez olyan, ami átlátom. Hát hasonló, igen. Hasonló, de mondom olyan, ugye azt mondom. Ahogy amerikai mondja, hogy rustic. A rasztikus. Tudod, szűk, mint olaj. Kézzel szűk, olaj. Milyen szép szűk testerítő. Hát ez kézi munka. Sepsi Szent Györgyi, van nekünk most egyet-egyet adunk minden családnak, és azon rajta van az e-mail cím, rajta van a telefonszám, és akkor ott lehet foglalni, és meg lehet nézni a világhallót. Jó van. És jöjjött, és akkor... Menj egy ilyen szoba egy estére. Nagyfőnöke. Egy estére? Egy estére. Hát 39 euró egy személynek, de abban benne van a reggeli.
39 euró. Egy zsebdában benne van a reggeli. Igen. És hogyha egy társállalatos, 24 euró, hogy reggeli, ebéd, vacsora és szállás, az 78, 79 euró. Teljesen letársulat. 80 euró. Egy ilyen szoba. Láttak azok a hölgyeket itt nem. Az állatokat megetesse. Arra emlékszem, hogy mikor Erdélyben voltunk gyerekek, és akkor sütötték a kenyeret. Igen, édesanyám. És az egy hétre volt kenyér. Egy nagy teknőkenyér. És Amikor édesanyám odaállított dagasztani. Az nekünk egy akkora nagy élmény volt. Nagy volt. Valójába hozták. Puk! That's amazing. We came all the way to Romania and here in this kind of Nagusa Gorda. Yeah. That's it. Köszönöm szépen, most már...